Mi a helyzet? Minden rendben, végre kijutottam hozzá. Tibi, Curtis egyik bátyja. Ez egy nyáróta beszélgetés. Igen. Hát jó sok volt a fellépés, minden. Összejött minden. De valami csajok is tudnak most bandázni. Hova mentek most? Szerinted mondták. Hát, szerintem ne is akarjuk tudni, hogy hova mentek. Sokba fog kerülni, igen. Az biztos. Buvabi lesz, hogy így. Hát milyen legyek, hát megviselt. Nem merek a kocsiba ülni, Csillának mindig mondom, hogy lassabban menjen. Most már örülni fogsz, ha fellépni megyünk, látod? Eddig mindig az volt, hogy csiessünk, most nem fogunk csiessünk. De megmondtam előre, hogy lassan, inkább lassabban menni. Lehet nem is menti gyorsan, de lassabban menni, lassabban. Hidd el, lassan mész tovább. Végre Tibihez is eljutottam. Már nyár óta beszéljük, hogy egyszer végre elmegyek hozzájuk vendégségbe. Sok minden történt, amiben ő is jó tanácsokat tud nekem adni. Voltam tegnap anyulán, beszélgettünk vele is. Ugye meg a szívét? Meg akartam nyugtatni, hát ki volt. Ki? Hát nem is kellett megszólalnia, láttam rajta. Nem aludt ő, és kocsak. Percet sem aludt. Hát meg ki volt csillva a szemben, hát biztos ki volt teljesen. Mondta, hogy köszönje meg Istennek. Végén melletted voltak, az biztos. Most kell majd azt megcsinálnod, hogy ezekből a negatív tapasztalatokat átadni másoknak. Nem fog ilyen kinézni, most én papolok, tudod, mint hogyha... Nem papolsz. Ezekben nem tudsz segíteni. Másban nem tudsz segíteni. Elmondani, hogy te neked... Menjünk edzésre. Hogy neked milyen jó, baba, menj az idő. 5 óra. 5 óra. Jó. Szedd a cuccodat, fiam. Ennek. Jó? Oké. Okay. Edzésre mentek. Pihenj le, megvárod a csajokat, és akkor lemegyünk edzeni, másfél óra. Nem akarod maradni most egyedül, mit csinál? Mert tévézel addig. Nem megyek veletek. Akkor gyertek. Nem. Mi? De nem baj? Mi lenne baj, de örülök neki, legalább megnézed a Tomiékat is. Pont kapóra jön, hogy Tibikének edzésre kell mennie. Én már voltam többször náluk edzésen, a gyerekeket is ismerem, mivel segítettem nekik felszerelések vásárlásában, meg egyéb dolgokban. Nagyon ügyes sportolók, és szeretek köztük lenni. Gyere. Nem tré akkor? Nem, de hogy tré, mi lenne tré? De hallod, de benned meg már? Hát meg az edzés, hát. Hát is elkésed? Hát elkésed, persze, hogy elkésed. Ügyesen. Ossz! Siessék, ha menj, nézem, nem belegyűjtenek. Hát kikózoltál, hogy időben. Hát időben nem lehet jönni normálisan. De jó, aranyosan, kicsi kérdésen. Nem lehet bármi. Ennyi szólok a szempálynak. Ennyi szólok a szempálynak. Beállom egy kicsit. Szempály, Attika egy kicsit beállna hozzátok. Balogh Tamás, Kempó edző. Hogyha lehet. Ez van ruhád? Van egy pószó, amit? Nézzétek meg az öltözőbe kint van. Jó. Jó nagy méretű ruha, ugor bele. Jó, köszönöm. Nincsenek véletlenek, nem véletlenül vagyunk most itt. Nekem be kell állnom edzeni. Le kell vezetnem a fölös energiát. Tök jó, ki fogom kapcsolni az agyamat. A harcmodés, hát megérkezett a harc. Nem kötik be? De úgy kötik, úgy kötik. Hogy kezdjük, ezt nem kell költeni a másikból. Jó, még méretben jó is. Tehát el kell kezdeni edzeni. Nem a legkisebb. Célnak megfelel sem majd. És a papolgató most eltekintek, és akkor mondjuk el. Jó, erre nem lesz szükség. Hossz. 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 Jó, mindenki találja magának egy párt. Kézzel benyomsz ide a közöket alá, ezt kihúzod, csinálás neki egyet, jó? Na most ő csinálj, de balá belül küzdő, fönn a kéz, azaz. Gyújjál, azaz, kihúz, és meg. Előtt, most előre nyúlok rá, nem kívül, innen belül. Megfogom, kihúzom, és megy az ütés. Megy, fog. Nagy elég. Ilyet ütsz. Ennél magasabb, az odaáll, a ennél alacsonyabb, az itt marad. Tessék, oda. Jó, a tükör. Jó, gyertek, szépen. Oda belül, üdvállal,
igazából teljesen igaza volt a mesternek. A szintemhez mérten kezelt, és nagyon kemények ezek a gyerekek. Mindig jól esik, mikor bármilyen körökben mozgok. A gyerekek még mindig nagyon szeretnek, meg a felnőttek is egyaránt jönnek fotózkodni, autogramot kérni. Ezért érdemes csinálni igazából. Írd már alá, és akkor egy csapatversenyt megfoglak, és egy csapatversenyen a legjobban, aki a legjobb. Fordulj meg, hátadat! Ha lehet így félrebeszélni, hogy jó, nyilvánvalóan az élethez kell a pénz, s a többi az anyagiak, de azért ezek nagy dolgok. Mikor a legkisebb gyerek is odajön, az apukája meg kell, csináljunk egy képet. Ennél többet nem kaphat egy előadó szerintem. Úgy érzem, hogy nem fogom az amit. Jó, és ez? Aki vizsgázat is újra vett a palc, a halált, hogy az övét, jó? Én egy sportoló labdarúgó, azért volt nagyon sok sporteseményben részem, de azért mégis nagy dolognak tartom, hogy ott lehettem egy ilyen nemes pillanatban, amikor új jövhöz jutnak a gyerekek. Nagyon-nagyon megtisztelő volt az egész. Mostantól így fogok anyukámmal köszönni minden nap szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehettem veletek edzeni. Na, erről beszéltem. Ugyebár azt hittétek, megvitteltek, mi? Mert amikor ez ki van nyitva, akkor van bezárva. Hol tartatok? Haladunk. Mi voltam olyan legyen, mint amilyen szokott lenni jól. A torta készítés menni fog. Csillánám már ugye, megcsináltam egyszer, sajnos ott balúsült el, mert a tepsit azt nem jól zártam rá, de szerintem nem lesz ezen ma se probléma. Sikerülni fog, tuti finom lesz. Gyere, ezt keverd akkor ki, ide ezt a két pudingot önts bele. Már na, Csilla, gyere, ezt nézed. Mindjárt. Ez itt szépen elkezdett kevergetni, hogy csomómentes legyen, jó? Hajrá! Szerintem ez már jó. Jó, rakjuk bele a formába, és akkor mehet a sütőbe. Piskótával mi a helyzet? Ami ez nagyon folyós lesz amúgy. Ő ért hozzá. Folyós lesz, jó van, barátom. Hogy az a jó? Csomómentes? Jaj, a karom beáll, hallod ettől. Jó. Na gyere, Atti, ezt beleöntsetek, segíts a Viola-nak. Figyelj szívem, viszont nekem azért van egy kis félelmem attól függően, hogy most együtt lesz a család. Baleset után ez az első ilyen rendezvény, és felhozzák a balesetet. Azért csak vannak annyira normálisak a saját testvérem, hogy családom, hogy nem ez lesz a lényeg, hogy most nekem ilyen, mi volt a balesetemben, vagy volt a baleset. És amúgy is magyarul szól minden, nem arról, hogy... Mi történt a napokban? Hát én remélem, hogy azért nem lesz ebben a probléma. Dehogy lesz, nem lesz, hogy biztos vagyok benne, hogy ebben nem lesz. Azért nagyon jól esik, hogy Csilla is tényleg izgul, és tényleg nagyon készül, oda teszi magát. Anyukám szülőnapja fontos neki. Kész is? Ennyi volt, igen. Miért te hogy csináltad a Csilláit? Igen, hagyjuk azt a tortát, hogy ezt hogy csináltam, mert az, jó. Az egy füstbe ment terv volt. Hát az így néz ki egyelőre, és mit csinálsz vele? Ezt rákenjük. Igen, az mehet a tetejére. Elmondom meg, hogy ez... Na, milyen? Ez gyuxi. Ez finom. Ez így lesz. Ez nem kevés rá. Csak kérdezem, nem beszólogatok, kérdezem.
egyből úgy néztek rám, én honnan tudjam, mi vagyok én szerinted? Megkóstolod és utána. Cukrász? Hát azt hittem, hogy te mindenhez értesz. Én mindenes, nem? Ezt mondjuk jól látod, hogy mindenhez értek. De pont ahhoz nem, hogy mennyi habot kell rátenni a piskótára. Jó ez? Ez még finomabb. Amikor Párizsban voltam cukrász, akkor igazából 180 fokra tettük mindig a sütőt, ez most se volt másképp. Ugye a piskóta láttuk, hogy gyönyörű, szépen bebarnult, fölfújódott, ahogy kell. Csak úgy csináld, ahogy kell. Tessünk el. Nem hiszem el. Csak csináld, jó? Mert itt bajok lesznek. Na. Ez így lesz. Gyerekek, valami koncepció legyen már. Most tényleg így szavarjátok, mint a bologalisztet. Először is, ezt a kezedbe kell szólni. Megnézzük az ő díszítését. Hát igen. Ezt már elrontottátok, ez a baj. Igen. Hogy legalább úgy legyen, hogy... Gyere, Csilla, tegyünk ebből is. Most... Csak, hogy elrontjuk az a kiírást. Most tetted már bele. Nem kell semmi kiírni, kicsikém. Menjünk, mami. Így is késésbe vagyunk. Rohanni kell, sietni, megint késésbe vagyunk. Ha odaérnek a tesóim előbb, akkor rájuk van bízva, hogy ki tudják-e beszélni anyukámnak, hogy ők miért vannak ott. Szóval sietnünk kell. Nem betű már majdnem kész. Jó, na. Jó, akkor szólom rá, így ezt is. Na jó, már menjetek szerintem készülődni, addig én itt lelpakolok. Igen, öltözök, én nem megyek öltözni. Talán még oda is. Az jó lesz, az egy, megint kezdődik. Egy perc és kész vagyok. Tedd bele itt. Huszonhatot tedd. Meg így gyújtok most, meg gyújtjuk. Igen. Nem hallott valaki. A kutya már, az már jelen egy ilyen. Na ki az? Szerintem téged kerestek, anya. Ki az? Téged kerestek. Ott volt mindenki tényleg időben, és úgy sült el, ahogy azt szerettem volna. Mindenki örült, anyukám nagyon meglepődött, boldog volt. Jaj, de szépen, mit csinál? Én? Nem vagy gyanús, hogy én. Mit csináltok amúgy tényleg a Csillával, meg segített a Bion? Puszi. Köszönöm szépen. Ronda, de finom. Amikor beléptünk, és ott voltak együtt, nagyon-nagyon jó volt látni, mert én nagyon-nagyon szeretem őket. Nagyon szép. Hát fújj, de és nekem meg kell mondanod, hogy mit. Mi van ez kikészítve? Majd mindjárt, mert azt előkészítettem. Néztük. Itt van, a másikban van. De nézzük, hogy kikére jó ilyen. Mondom anyunak, hogy mondom, kellene a kicsiről két fénykép, mondom, akkor nézzük át. De lesznek akkor. Jó. Én telefonom. Én, mi az Nem, az jó. Ez a sapkád meg van még? Rajta. A Széki család zseniális, és én nagyon irigylem, hogy ilyen családban nőttél fel, mert hogy nekem nincsen testvérem, és neki van négy is, és borzasztóan jó fejek, és nagyon szeretik egymást. Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek a bűne az, hogy én így néztem ki kamerát. Hát itt van Telecsabit. Térd meg ezt a kettőt, térd meg! Itt a borsó! Mági Péter és Kovács Kati, kész! Hát ez a fényképes doboz parádé. Hát innen ki kell mentenem nagyon sok fotót, és ezzel fogom én zsarolni a testvéreimet, biztos vagyok benne. Csodálatos képek, én fogok készíteni, biztos vagyok egy albumot ebből. Kérlek, gyere már ide, ma messze, téged úgy szeretnék. Igen. Boldog születésnapot. Megfogtam, fölvettem az állatot is, megyek. Szeretek az anyukádat? Nem. Anyukádat, gyerekek. Gyerekek.
gyerekek, a tortából tényleg együnk meg a kóstoljátok meg csak. Nagyon finom volt. Nagyon finom. Nagyon tényleg. A legeslegjobban annak örülök, hogy ez a nap tényleg anyukámé volt. Róla szólt, az ő szülinapja volt, fölköszöntöttük. Nem került szóba ugye az előző napoknak az eseményei. Senki nem kérdezte, mindenki korrekten állt hozzám és az egész dologhoz. Nem az, hát én nem erre gondoltam, meg ő mondta is, hogy nem erre. Nem erre, mi? Nem erre van. Mi baja? De jó, hogy ilyen tesóid van. Jaj, az csak. Na, mindjárt kicsúszik a Lolla a lába, hogy jól lesz. Nem baj. De jó, hogy ilyen tesóid van. Most tanulják, hogy... Induljunk el, gyerekek, mert neki mennünk kell. Most, hogy ti maradhatok, mi megyünk. Szeretlek. Szeretlek. Hova mentek? Hát megyünk. Sziasztok! Vigyázzatok a szeretnéteket! Köszi a tortát, köszi! Jó, pusza, pusza! Óriási! Milyen jó volt. Annyira aranyosak én is. Köszönöm, hogy segítettél. Kicsim, segítsél, légy szíves dönteni, mert nem tudom eldönteni, hogy melyik ruhát vegyem föl. Ez vagy jó ez a fehér? Mibe menjek? Segítsél, légy szíves. Jó ez a fehér, de hova mész? Király utcába kávézni. Kivel? A Dórival. De még kellett eddig válni a válasz? Fél időt, stopper volt a kezedbe, és mérted az ovás? Az egész ott kezdődik, hogy nem jár el a barátnővel. Hogyha össze is jön valamelyikkel, nem készül ennyit, nem fújja be magát, nem sminkel, nem választ ennyiféle ruha közül. Nem csak nem értem, hogy nem szokt ennyit készülni. És még egyszer befújod magad? Előbb már befújod magad. Most mit akadékoskodsz nekem itt a fürdőszobában egyébként? Na, írtak. Hallottad, de most hagyjál válaszoljak. Jó, mennem kell, és melyik táskát vigyem? Valami nem tiszta, jó emberismerő vagyok, tudom jól, hogy itt valami gáz van. Majd jövök. De mondjuk maradhatál volna itthon, mert nem vagyok jól még. Kicsikém, túléled, jobbulás neked, majd hazajövök, csináljuk egy teát. Szeretlek, majd jövök. Mi volt ez a fontos, hogy egy el kellett jönnöm alud, egy olyan nő voltam, hogy a hajam kiújult. Hát jó, Csadikám, most de milyen lesz még alkalom, nem? De mi az eset? És szerintem elmondom azt, hogy majd akkor mindig kihagyod. De mi van? Hát semmi, hát csillának van barakja. Már is rajtam kívül. Nem hiszem. De. Igen. De a telefonját utassa, ízi SMS jönnek. Miért nem nézem? De nem hiszem, mert szeretesz téged. Jól látom azt már. Azt mondja, hogy a barátnőjével találkozik, akkor miért nem mondja meg, akkor miért mutatja meg a telefon, azt mondja, hogy a barátnője jön neki. Azt mondja, ne nézegessen, hogy miért bízunk meg benne, meg ízé. De nem hiszem, hogy ízé. Megérzésem nem csak. Voltam párszor a másik oldalon. Én sosem. Ja, tudjuk. Ez az időszak számunkra elég nehéz volt. Szerintem sokkal többet kellett volna beszélnünk, elmentük egymás mellett. Szerintem ez is probléma lehet. Most, hogyha ott van, mit csinálsz? Akkor vége ott mindennek. Mi lesz ott most? És mit csináljak? Be menjek be? Menjek be, hát hogy el kell rendet? Ha palival van ott, akkor fogjuk magunkat, elmegyünk, mert új emberek vagyunk, meg hát azért nem csináljuk. Fogjuk magunkat, ez hazaköltöző. De hát még most ez a legrosszabb forgatók, hát nem hiszem, hogy erről van szó. Gyere már! Jó, nyugodj meg, maradj egy kicsit. Na, gyere, egyre fiat. Atika, ez akkora ízi szerintem. Jó, inkább azon legyél, meg kell nézni a helyeket, kapuszni föl kell menni. Atika, könyörgőtet, szerintem egy teljesen felesleges idő. Csabika, szakadó esőben végül járni az egész. Végig akarok járni az összeset, lehet a feleségem félre megy. Szerinted? Igen, légy szíves. Szeretsz, jössz velem. Nagyon jó. Ha kell, A-tól Y-ig megyek. Az összes helyet átkutatom. Azt mondta, hogy itt van. Hát akkor lássuk, melyik helyen van. Na, ebben biztos, hogy nincsenek üres. Befog a kapusztát, mondtam. Egyből kiszúr. Narancsárga sapkába jössz. Jó, hogy nem vettél föl még valami égős volt, karácsony. Igen, már szerintem ez az egész, ez csak egy ilyen izé lesz. Mi? Izé? De várjál már, hát egy csomó csaj biztos, hogy ott ül benne. Ha? Mata? Jó. Ez olyan vaklárma, hogy elő van írva. Nem itt ülnek bele? A Csabika, ha így mész, akkor le fogunk ufni. Nem ott áll.
nem ő jó? De az ő? Az ő van? Hát ugyanilyen a kabátja neki, jó? Na jó, vagy most... Hát figyelj, már ide várja meg. Mit akarsz csinálni? Hogy megnézem, maradjál. Mit maradj? Mit nem, hogy maradok? Maradjál. Ez nem jó. Rajtam volt a kapuszni, a növények levelei közül, most hogy láttam volna, most pontosan olyan volt a kabátja, olyan volt a haja. Na várj, az a csávó lehet, hogy... Kérdezzük meg. Szia, ne haragudj egy pillanatra. Csávó, szia, szia, Széki Attila. Szöke Dánia. Én csak egy olyan kéréssel fordulnék hozzád, hogy a feleségemet keressük, aki állítólag a barátnővel bulizik. Amit nem hiszünk. Megnézdéd nekem ezt a lányt, hogy itt van-e ezen a helyen? Persze. Nem volt? Köszönöm pillanat. Szépen, köszi szépen, király vagy. Na? Igen, itt van. Na és kivel? Na, azt nem néztem, azt a társaságban. Társaságban? Jó, köszi, köszi. Köszönjük szépen a segítséget. Nincs mit. Uram, a legjobbakat. Köszönöm, jó munkát. Asztaltársasággal van. De milyen, milyen asztaltársasággal van? Miért nem megyünk be? Most úgy menjünk be? Hát bemegyünk. Hát de ide bemegyünk most, mit csinálunk? Hát mi, ha elmondjuk nekik a mi eleményünket róla. Nézzük innen, mindjárt lehet, hogy várjuk meg, jöjjenek ki! Ott bent nem úgyse balhízok, ha bármi van ott bent. Jöjjenek ki, várjuk meg itt, hogy valami legyen. De hallod, innen lehet látni azt, hogy mennyire magyaráz. De kinek magyaráz? Innen lehet látni, hogy mennyire magyaráz. Gyere, gyere, nézzük innen. Pontosan erről beszéltem. Lebukott, ott van. Olyan jó kedve van, bent valakivel viháncol, kajázgat, gyertyafényes vacsorát csinál. Ennyi. Nekem több nem kell. Sziasztok, sziasztok, köszönjük szépen, sziasztok! Hogy akkor úgy, hogy a Peti, Ati, és akkor így négyesben elmegyünk, nem? Nem, merre? Menjünk akkor ki, nem? Aha. De várj egy picit. Meg? Hát, elnézést, ne haragudj. Halló? Hát te, illetve ti? Én áldozat vagyok. Hát én mondtam a Csabinak, hogy jöjjek elé, tehát hideg van. Micsoda? De hogy kerültök ide? Hát mi most végeztünk a vacsorában. Nem mondtad, hogy itt eszem, mondom, eljövök, érted, ne fázzál az úton haza. Most szórakozol? Ne, jó, mondtam, hogy megnézzem. Gyere, inkább eljövök. Most nem értem, tényleg utánam nyomozol? Miért álltál így háttal? Ilyen későn már nem mászkálja egyedül, gondoltam, miért tudom a kocsival. Ne nézzél már bohócnak, kicsikém, mondom, ez volt. És a Csabi meg itt van, az tudja. Ez a bizalom, tényleg. Na jó. Kicsikém, most ne hagyj már itt, de most tényleg eljövök a barátnőmmel, megvacsorázunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és erre te lekövetsz a Csabival. Érted, akartam menni kicsit. Nem igaz, de most miért mondod? De nem áll. De most szerintem ez nagyon átlátszó nekem. Máskor a Csabinak nem kell jönnie. Tuti biztos, hogy őt szúrta ki. Hát kétszer nagyobb, mint én. Engem nem is szúrhatott volna ki. Én elbújtam ott a bokor mögött. Itt álltál? Olyan jó idő van? Kicsikém. Tehát, hogy te neked olyan nem jó idő van, bemenni, hogy itt nem akartalak zavarni. Barátnőddel voltál. Gondoltam, megvárlak. Nem, végzel. Nem. Te nyomoztál, utána te nem bízol bele. Én soha az életben nem adtam erre neked semmilyen alkalmat, hogy te így viselkedjél velem. Kicsikém, én bízom benned. Ez neked a bizalom egy kapcsolat. Csak eljöttem, érted. Benne... Gondoltam, hogy gyere, ha megyünk haza, csak érted, jöttem. Meg, de akkor miért nem hívtál föl? Nem előtt a telefon. Mutasd meg! De már most ezt tök intéztem töltőt. Jó, nem kellene kezed, hallom. Most itt adtak töltőt. Te most itt a járókelők, neked egy mobiltöltőt adtak? Nem. Mondhat bármit, erre nincs magyarázat. Lebukott annyira amatőrök és annyira tehetségtelenek, hogy ők a lehető legegyszerűbb módon is, de megbuknak. Bementünk egy helyre, addig töltöttem egy kis a telefon, mert itt a megy hátra, szerintem már sok lesz a véletlen, és utána itt átcsorogtál, pont ott véletlenül, ahol mi vacsorázunk a Dórival, te pont ott átcsorog. Bajszunk most. Ú, de neked reszik. Ajajajaj, ez nehéz ülés lesz. Igen, hogy volt? Veszi? Volt egy kis féltékenység talán. Nem, igazad van, jó? Tél? Bocsánatot kérek. Azt hittem Palival vagyunk. Tényleg ezt hittem? Hát addig fürödtél meg, a szép iszkeztél meg minden. Gondoltam rá, hogy azzal vagy, de most már megnyugodtam és bebiztosítottad magad még egy másfél évre. Szerelmes vagyok belé, ezért féltem, ezért vagyok rá féltékeny. Igen, azt hittem, hogy mással van. Szerintem ez normális egy férfinél. Nem viccelek, csak szeretlek. Ne haragudj. Én is szeretlek, de azért jó lenne, hogyha több ilyen nem lenne, hogy te gyakorlatilag követsz engem, mint egy detektív. Sem megerősíteni, sem száfolni nem fogom tudni. Igyekszem, szeretlek. Jó, szeretlek.
jól esett az én kis lelki világomnak, hogy ő azért féltékeny, ezzel is mutatja, hogy mennyire szeret. A nagy rapsztár a bátyával a buktus alatt bujkál és nézi a feleségét. Ez igen, ez... Na jó, gyere, drágám, inkább. De a kezedet itt adod. Te most már lássák, hogy az én feleségem vagy. Ez a jó alakod. Na, jó, sokkal. Borzasztó vagy.